Hagyjad csak, van még több is. Pont ideális. Jó napot! Akarnak itt a piros, hol a piros játszani? Kártyával vagy pohárral? Kártyával. Így a segít tartalma elég lesz tényleg, jó? Ide kérem! Oda menj, vissza, légy szíves, köszönöm. Hol, igen, elkezdem rakosgatni a lapokat, világos? Így, rakosgatom. Na, és most az a nagy kérdés, hogy hol van a piros? Középen. Nem, a piros lába. Segím a pénz, köszönöm. Mutasd a kártyát. Nézzék, ez egy kétszerező doboz, látják? Na, mennyi pénz van a zsebébe? 240 000. Na, rakja bele és figyeljen, belerakom a sok pénzt, és betolom a dobozt. Figyelik? Körbe-körbe. És figyeljenek. Hoppa! Ó, eltűnt, sajnálom. Jaj, hát a trükk az nem sikerült sajnos. Szeretnétek itt a pirosról a piros játszani? Igen. Pohárra vagy kártyára? Pohárra. Rendben, ide kérem a téteket, a zsebük tartalma pont elé. Ó, a kalapból is jön a pénz, jó van. Köszönöm. Itt ez itt a önök tétei, és csak figyeljük a borrakat. Ugye? Nem is jön egyszerű, nem akarom meg. Na, hol van a piros? Itt. Ott. Ne. A piros labdácska itt volt benne a golyó. Ó, a pénziket köszönöm. A válasz fönn már kezdődik is. Neked is el? Az összes pénz. Minden pénzimet elvette. Pedig megbíztam benne. Nálam sem hagyott semmit. Engem nem tudott becsapni az a bűvész. Nekem elvitte szinte minden pénz. Nekem egy forintot se. Ez egyszerűen felháborító. Az a bűvész kirabolt minket. Kár volt a közelébe merészkedni. Nekem minden pénzem elvitt. Pedig olyan jól indult a bárgrófnő. Ide se jövünk többet. Az a csaló bűvész elvette minden pénzem. Nekem is. Ez a bűvész felháborító. Awesome.